Köszöntöm nézőinket, Önök a DSTV Kispad című sportmagazinját látják. Augusztus 20-án nem csak koncertekkel lehet ünnepelni. A sport szerelmesei idén is részt vehettek az augusztális focikupán, melyet immár 5. alkalommal rendezett meg a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség a DLS Arénában. Megtelt a DLS Aréna Szent István ünnepén nem csak a sportolókkal, hanem szurkolókkal is. Az 5. augusztális focikupán résztvevő együttesek már reggel 8 órától munkába álltak, és először a csoportmeccseken bizonyíthatták tudásukat. A színvonalra, küzdelemre ezúttal sem lehetett panasz, izgalmas parázsmeccseket vívtak egymással a csapatok, és a rekkenő hőség sem vette kedvét a focistáknak. A sportesemény fontosságáról a DLS képviseletében Tóth Imre nyilatkozott televíziónknak. Ez anno annak idején strandfoci néven híresült el. Igazából talán nem is fő szempont a helyszín, annak ellenére, hogy nyár van és jó idő van, és nem strandon vagyunk mégse, hiszen nekünk ez a kis létesítményünk, ez csodálatos, egy gyöngyszem, amint látjuk itt mögötte éppessége már készül a másik pálya, tehát egy nagyon szép sportkomplexum fog itt ugye hamarosan kialakulni. És mit jelent nekünk? Hát azt jelenti, hogy mint más nemzeti ünnepünkön is, mi a sporttal ünnepelünk. Egyen az március 15, október 23, vagy éppen augusztus 20, mi a sportot gondoljuk a legjobb ünnepi megoldásnak, és amint látjátok, körbenéztek, nem csak mi, hát rengetegen vagyunk, és ennek meg duplán örülök, mert még mindig az van, hogy a foci mindig legyőzi adott esetben a számítógépet, az IMAX mozit, és a sok minden egyebet, és ennek nagyon örülök, tele vagyunk fiatalokkal. 2 nap alatt beteltek a nevelési helyek, 8 csapatot fogadtunk, de azt gondolom 3 is tudtunk volna, mert nagyon szeretne Dunaújvárosba fotballozni, és a környéken is. Ugye rengeteg olyan tornánk van, amikor meghirdetjük, a környékről, az ország minden részéről érkeznek. Most úgy alakult, hogy olyan gyorsan betelt a nevelési listánk, hogy a mostani tornán 8 helyi csapat mérkőzik. Tulajdonképpen a nyári szakasznak ugye ezzel vége is, és elkezdődnek azok a bajnokságok, amiket már évek óta mi hatalmas létszámba, csapat létszámba ugye bonyolítunk. Idén is ugye több helyen elmondtuk, és most is mondom, hogy rengeteg csapatunk van, több mint 50 csapat mérkőzik, és akkor még ezen felül az újfozit is csináljuk. Tehát ha nagyon-nagyon össze akarom számolni, 60-70 csapat van a városban, aki rendszeresen ugye vagy bajnoki rendszerben, vagy kuparendszerben sportol, és mindig elmondom, vagy sokszor elmondom, hogy például Pécs, ami 150 ezeres város, a mi 44 ezeres városokhoz képest, ott 35 csapat van például. Mint minden kupára, úgy most is ajándékokkal, meglepetésekkel készültek a szervezők a foci csapatoknak. Szeretünk volna mindenképpen egy ünnepi hangulatot, tehát egy picit eltérve a szokásainktól zenét biztosítunk, ami a torna alatt jó hangulatot, rengeteg ajándékot hoztunk a résztvevő csapatoknak és majd a külön díjasoknak, meg mindenképpen azt gondoljuk, hogy nagyon jó felkészülés ebben az esetben nem az őszi szezonra, hanem a délutára, meg az estére, hiszen jönnek az ünnepi bulik, koncertek, picit olyan furcsán is hangzik, de egy jó előkészül ez a délutára, ez a sportos délelőtt és kora délután. Mint a legtöbb városi sporteseményen, úgy ezen a kupán is találkoztunk Magyovszki Mátyás önkormányzati képviselővel, a Város Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottságának elnökével. Mint mondta, a DLS tevékenysége meghatározó, és ezúttal is a már megszokott színvonalú, kiváló hangulatú kupán mérkőzhetnek meg a csapatok. Minden évben mondhatjuk, hogy itt vagyok, és nagyon büszke vagyok egyébként a DLS tevékenységére, mert nem csak ezt az eseményt hozzák össze, hanem igazából egész évben gyakorlatilag az egész országot megmozgatják, és az amatőr foci kupa, azt hiszem, hogy így augusztus 20-án mindig egy korona az éves tevékenységre, és klassz meccsek vannak, mondhatjuk, hogy most se fognak fázni a fiúk, elég jó a fűtés, és hát bízok benne, hogy egyébként sérülésmentes jó meccsek lesznek végig jó eredményekkel. Én minden sportot szeretek, ezt mindig ki is szoktam hangsúlyozni, de ennek pont az a varázsa, hogy itt amatőrök jönnek össze, és olyan komoly lelkes focit és olyan komoly lelkes sportot produkálnak, parázs meccsekkel, parázs hangulatban, mondhatjuk nyugodtan, hogy öröm nézni és öröm részt venni minden ilyen eseményen. Az augusztális focikupa minden évben egyfajta lezárása a nyárnak, és nyitása a következő szezonnak a kispályás labdarúgók körében. Március óta városunkban is elérhető az úgynevezett Air Bungee Fitness. Egy heveder és egy gumikötél segítségével igazán látványos és egyedülálló edzéseket lehet végezni, amit nem mellesleg mindenkinek ajánlanak, még azoknak is, akik ízületi problémával vagy túlsúllyal szenvednek.
Könnyedén ugranak az Urban G Fitness óra résztvevői a magasba, vagy éppen engedik hátra magukat anélkül, hogy esés lenne a vége. A plafonra rögzített gumikötél és a heveder segítségével biztonságosan végezhetőek a gyakorlatok. Az egyedülálló mozgásforma tavasz óta színesíti a Dunaújvárosban elérhető edzések palettáját, Dóci Zsuzsa jóvoltából. Az Urban G Fitness Dunaújvárosban március óta működik. Az országban már több helyen van, de azért azt el kell róla mondani, hogy nem egy gyakori sport, így országszerte sem, aminek igazából nem tudom az okát, nem tudom megmondani, hogy ez miért van, hiszen ez egy rettenetesen sokszínű és nagyon-nagyon hatékony edzésforma, és ezen kívül még egy különlegesség is. Tehát én azt gondolom, hogy úgy, ahogy nálunk, én ebben megláttam a potenciált, hogy egyrészt ilyen még nincs a városban, és nagyon sokszor találkoztam ezekkel a videókkal, akár a Facebookon, akár más közösségi felületen, az interneten, YouTube-on, bárhol szembe jött velem, és úgy mindig izgatta a fantáziámat, hogy úristen, ez mennyire jó lehet, azon kívül, hogy ugye van sportértéke, egy olyan különlegesség, ami gyakorlatilag az edzés elejétől a végéig egy élvezetet ad, ami azt jelenti, hogy egy percig sem unatkozunk, egy percig sem érezzük azt, hogy mi egy valamilyen komoly edzést végzünk. Én azt el tudom mondani a vendégekről, akik rendszeresen járnak, hogy soha nem mondták azt, hogy úgy jöttek volna az edzésről, hogy úristen, már megint kell jönni, vagy ez egy kötelezettség lenne, vagy egy olyan dolog, amit így gyorsan le kell tudni, mert kell, és muszáj, és szükségünk van rá, és azért kipipáljuk. Ez egy tényleg egy olyan mozgásforma, ami maximálisan élvezhető az első pillanattól az utolsóig, és úgy elrepül ez a 60 perc, 55 percesnek vannak egyébként hirdetve az edzések. Soha nem tudjuk ezt betartani, mert nem tudjuk abba hagyni, annyira élvezzük. Rengeteg gyakorlatot lehet végezni, erősítő kardió gyakorlatokat vegyesen. Már magát a bemelegítést is úgy végezzük, hogy be vagyunk kötve a gumira, és nagyon sok olyan ugráló gyakorlat van benne, ami színesíti ugye magát az edzéseket, de az igazi nagy előnye ennek az, hogy rengeteg olyan gyakorlat van, amit mondjuk saját testsúlyjal valaki nem tud elvégezni, vagy a testsúlya miatt, vagy azért, mert nem annyira edzett, vagy ízületi problémái vannak esetleg, és itt ugye nem úgy csapódik be a talajba egy ugrálás, egy szögdelés után, mint saját testsúlyjal, hanem azért ugye a gumi csillapítja ezt a talajra érkezést, ezáltal kíméli az ízületeket, könnyebb megcsinálni, viszont az ismétlés számok miatt megvan ugyanaz a hatás, hanem hatékonyabb, mint saját testsúlyjal. Ahogy a felvételeken is látszik, még az egészen nehéz gyakorlatokat is könnyedén végzik el a résztvevők. Dóci Zsuzsa szerint ez nem azt jelenti, hogy nem annyira hatékony az edzés, mint a saját testsúlya végeznék gumikötél nélkül. Az Urban G Fitness-t mindenki kipróbálhatja, még azok is, akik ízületi problémával vagy túlsúllyal küzdenek. Ez a mozgásforma elősegíti a fogyást és az izmok növekedését, és mindezt kitűnő hangulatú edzéseken érhetik el a résztvevők. Ez a gumi, ami a felfüggesztést ugye biztosítja, ez három részből tevődik össze. Van egy ilyen gumi része, ami egy nagyon-nagyon erős 8 gumiból álló ilyen kis szerkezet. Nyilván ez nagyon fontos a biztonság szempontjából. Egyrészt, hogy erős legyen a gumi, másrészt, hogy ez a 8 gumi, ez milyen módon van összefonva. Ez egy nagyon-nagyon prémium minőségű gumi, amiket mi beszereztünk. Van hozzá egy heveder, amivel ugye a magasságot tudjuk állítani, és karabinerre lakasztjuk be ugye a csatlakozási pontba. És azt is nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy rettenetesen fontos a biztonság, hiszen ugye itt a levegőből, akár nagyon magasról is érkeznek a vendégek, amikor ugye becsapódunk a talajba, itt ugye nem lehet, a szóba se jöhet, hogy esetleg mondjuk elszakad a gumi, vagy nem jobban beállít, vagy magasság, és korábban érkezik mondjuk az arca a földre, mint mondjuk a keze. Természetesen ugye elmondjuk a biztonsági tudnivalókat, a szabályokat, azokat nagyon fontos végig betartani minden edzés alatt, de azért itt az edzés hevében, amit az előbb említettem, hogy itt tényleg aztán elszabadulnak az érzések, meg az indulatok, azért sokszor nem mindig úgy történnek a dolgok, ahogy azt mondjuk előre eltervezi egy vendég, tehát tényleg azért folyamatos kontroll alatt kell végezni ezt az edzést, tehát nem szoktam azt javasolni, hogy akkor valaki szerezzen be otthonra és csinálja. Mindenképpen fontos az, hogy azért ez egy kontrollált edzés legyen, szakedző segítségével végezzék a gyakorlatokat. Én igazából ezt mindenkinek tudom ajánlani, ezt az edzést, tehát hozzá kell tennem, hogy amikor én ezt február környékén meghirdettem, rengetegen jelentkeztek, nagyon-nagyon sokan kipróbálták, tehát tényleg ilyen a csapból is mi folytunk, én azt gondolom, nem győztük az edzéseket. Tehát heti 5 edzést terveztem be, azt föl kellett emelni heti 7 edzésre az első héten.
hogy ugye ez egy olyan edzés, ahol megvan korlátozva a létszám, tehát 10 embernél többet nem tudunk fogadni egyszerre, hiszen ennyi csatlakozás van, ennyi gumi van, és nem volt elég, nem bizonyult elegendőnek, ezért plusz edzéseket tettünk be. Természetesen számoltam azzal, hogy ez a nagy lelkesedés, meg kedv, ez majd azért úgy csillapodni fog, és szépen vissza is állt ez a létszám. Én azt gondolom, hogy most egy ilyen optimális heti 5 edzéssel, 8-9 fővel tudjuk tartani azt, ami igazából eredetileg volt a tervünk. És hogy a kérdésre is válaszoljak, van túlsúlyos vendégünk, nagyon-nagyon túlsúlyos vendég. Tehát akit első héten például nem tudtunk bekötni a Hevederbe. Súlykorlát nincs igazából, de kerületi korlát van, hiszen ennek a Hevedernek van egy hossza, ennek a beülő felső Hevederjének. Ezt el is mondom, 110 cm, tehát ha valaki most így a riport alapján kedvet kap, akkor mérje meg a derekát, és hogyha több mint 110 cm, akkor picit gyúrjon rá, hogy tudjon jönni. 110 centi alatt be tudunk mindenkit kötni, és utána viszont már nincsen ilyen probléma, hogy nem lehet, mert olvadnak le a kilók. Tehát olyan szinten indulnak meg a fogyások, és elsősorban centiméterben lehet ezt érzékelni, nem is kilóban, hiszen ugye az ember elkezd fogyni, de közben ugye az izom megkezd erősödni, tehát súlyban nem biztos, hogy főleg az elején lesz látványos változás, de centiméterben mindenképpen. És maga ez az érzés, hogy hétről hétre valaki látja, hogy karcsúsodik, megmondom, maga az edzésen ez a feeling, ami van, ez garantálja azt, hogy ha valaki az elején elkapja ezt az érzést, akkor utána már fog jönni. Aztán valaki nem volt elég kitartó, sajnos őket nagyon sajnálom. Talán majd szeptemberben újra csatlakoznak, ha látják, hogy itt tényleg milyen rendkívüli látványos eredmények vannak, és mennyire annyira jó csapat jött össze, hogy szinte hihetetlen. Nem is gondoltam volna, hiszen ugye nekünk már vannak ugye alapedzéseink a MyGymsticknek, ugye a Gymstick ugye a fő profil, aztán ezen kívül még van köredzés, van barbell fitness, aztán újabban egy labdás fitness-t is tartok, de a bungee az minden képzeletünket felülmúlta. Nem túlzott az edző, amikor azt mondta, hogy az Airbnb fitness órák különleges élményt nyújtanak. Azért szeretem, mert egyrészt fantasztikus, másrészt azért, mert végre találtam egy olyan sportot, ami nem az a unalmas, monoton, ez a szenvedős, amit már várok a végén, hogy vége legyen, hanem tényleg az edzések során mindenki szerintem jól érzi magát, nagyon felszabadult, és azon kívül, hogy azért az izmainkat edzük, szerintem elmutatom, hogy nagyon felszabadító az air bungee, mert néhány gyakorlat során én például, de szerintem ez is közös, hogy szóval úgy érezzük, mintha repülnénk, vagy a felhőkön ugrálnánk, és ez teljesen, tehát nagyon jó érzés. Aki szeretné kipróbálni ezt a mozgásformát, az az air bungee fitness Dunaújváros Facebook csoportban jelentkezhet. Fontos a bejelentkezés, mert a létszám korlátozott. A nyári időszakban két tábort is szervezett a Spartan Cheerleading Sport Egyesület. Július végén az egészen fiatal korosztály délelőtti edzésére kaptunk meghívást, akik a Pannon iskolában tevékenykedtek. Kihasználták a Pannon iskola tornatermét a cheerleader tábor résztvevői. Változatos gyakorlatokat teljesítettek épp a gyerekek, mikor stábunknak lehetősége volt bepillantani a tábor életébe. Árgyelán Dominika, a Spartan Cheerleading Sport Egyesület vezetője elmondta, a napközis jellegű tábor első felvonását kifejezetten a fiatal korosztálynak hirdették meg, s bár jelentkezők többsége az egyesület berkein belülről érkezett, voltak azért érdeklődő gyerekek is. A tábor célja alapvetően a felkészítés volt a következő versenyszezonra, no meg persze a toborzás. Most zajlik az egyesületünknek a gyermek korosztályú nyári tábora. Ez azt jelenti, hogy átlagban 5 és 10 év közötti gyerekek vannak itt. Az elsődleges célja a tábornak, hogy egy kicsit előkészítsük már a jövő évi versenyszezont. A résztvevőknek a többsége egyébként a mi saját sportolónk, akik tanévközben is látogatják az edzéseinket. Van néhány fő külsős, aki mint érdeklődő van itt a táborban, de az a tábornak a másik célja, hogy egy kicsit toborozzunk is, tehát a jövő szezonban, akinek van kedve, tud hozzánk csatlakozni. Igazából olyan gyerekek vannak itt, akik nagyon szeretnek mozogni, ugrálni, örök mozgók, fölmásznak, leugranak, lemásznak, tehát a mozgásnak mindenféle formája tetszik nekik, és örök mozgók tulajdonképpen. Tehát aki ilyen jellegű, és nem
tehát ezt a fajta mozgásszeretés nem jár hozzánk, azokat is szeretettel várjuk ilyenkor, és ha megtetszik nekik a mozgásforma, akkor tudnak hozzánk csatlakozni, és hogy elsősorban itt a gyerekekkel az akrobatika, talajtorna alapjait ismételjük át, egy kis képességfejlesztés, és délutánonként természetesen játék és kreatív foglalkozás is várja az érdeklődőket. A napi bontást illetően megtudhattuk, az edzések reggel 8 órakor kezdődnek, majd egészen az ebédig különböző mozgásos feladatokat csinálnak a gyerekek. Ebéd után pedig leginkább szabadjáték, csapatépítő foglalkozások, kézműveskedés volt porondon. No meg persze egy szerdai látogatás is belefért az élményfürdőben. Egy átlagos napunk az úgy néz ki, hogy itt reggel 8 órától zajlanak az edzések, délben van egy kis csendes pihenő ebéd, és a délután az már egy kicsit könnyebb abból a szempontból, hogy itt elsősorban csapatépítő játékok, sportjátékok, kreatív foglalkozás, szabadtéri játékok várják a gyerekeket, illetve majd szerdán az élményfürdőbe is ellátogatunk. Általánosságban azt a visszajelzést kaptuk eddig a táborosztatók részéről, hogy nyáron azért nehezen megmozgatni a gyerekek többségét. Mondjuk ez a cheerleading tábor esetében szerencsére nem így van. Az itteni gyerekek lelkesek, elhivatottak, és talán a szülők sem bánják, hogy délutánra mindenki jó fáradtan megy majd haza. Szerencsére, akik itt vannak, ők eléggé elhivatottak, még a fiatalkoruk ellenére is, tehát nagyon szívesen kapcsolódnak be az edzésekbe. Nyilván délutánra azért jobban elfáradnak, főleg a kisebbek. Vannak itt olyanok, akik egészen fiatalok, és mondjuk életük első táborát töltik itt velünk, tehát a délelőtt ez inkább mozgalmasabb, ott az edzésre fókuszálunk, de délután már egy kicsit a pihenési a játéki a főszerep. Alapvetően a legjobb, hogyha nagyjából 8-10 éves kor körül kezdik el a gyerekek, nyilván akik ennél fiatalabbak, nekik is van itt helyük az egyesületben, ők inkább még a játékos mozgásfejlesztést, a sportág nagyon-nagyon alapvető gyakorlatai technikáit tanulják, tehát itt a talajtornától kezdve inkább a játékosabb vonali a főszerep, de hogyha valaki szeretne versenysportolni, azért, hogyha 8-10 éves korban csatlakozik hozzánk, akkor onnan még azért elég szépen fel lehet építeni. Az elmúlt hetekben településünk nagyon sok táborába ellátogattunk már, de öröm azt látni, hogy vannak olyan gyerekek, akik az aktív mozgást választják a szünidőben. A nyári pihenő után a Fogszásel tagjai újra belevágtak a munkába. Az ősz igazán mozgalmas lesz, hiszen nemzetközi versenyeken vesznek majd részt a sportolók. Nyáron a Fogszásel jiu-jitsusai is megálltak egy kis időre, kipihenni az előző szezon fáradalmait. A szünet után most újra belevágtak a felkészülésbe, készülnek az őszi megmérettetésekre. Az első verseny októberben lesz Kazasztánban, a grappling világbajnokság, amelyen 5 fő vesz majd részt a helyi egyesülettől. A sportolókra kemény edzések várnak. A szeptemberre kezdődő szezon előtt egy kicsit elküldtük őket pihenőre. Azóta igazából versenye nem voltunk, illetve hát engem hívtak egy nemzetközi versenyre bíráskodni, amin voltam, de az csapat szempontjából nem releváns. Megcsináltak a srácok a pihenőt, és most már belevágtunk keményen a melóba, ugyanis októberben megyünk 5 fővel Kazasztánba a grappling világbajnokságra. Munka a napi 2 brazil jiu-jitsu edzés, és azon felül még az 5 emberből 3-ot tartok egyelőre élversenyzőnek, a 3 élversenyzőnek ezen ki van még konditermi edzése és rehabilitációs edzése is. Szóval ilyen nekik 13-15 edzés, a többieknek ilyen 8-9-10, attól függ, hogy jön ki a hét. Farkas Bátor, ismerjük már egy ideje, Kis Niki, ismerjük már egy ideje, Veres Kovács Ádám, őt is ismerjük, hál' Istennek, Újvári Márk Máté, és az ő tanítványa Hadnagy Olivér. Az embertestnek szüksége van néha egy kis pihire, egy kis lazításra. Régi edző mondta, hogy aki nem tud lazítani, nem tud szorítani se. Nem pótlásnak hívom, mert egyszerűen verseny előtti 8-7 szigorú kaja, nem mindenkinek a súlyhozás véget, igazából azért, hogy ne savasodjunk annyira, úgy legyen a regenerációnkat, és segítsük mindennel, amivel csak tudjuk, ezek a kaja, az alvás, és a többi, és a többi. És ezen felül hát minden edzésen meg kell halni a szőnyegen. Mint azt Mészáros Márk kiemelte, elvárásokat nem állítottak a versenyzőkkel szemben, de reménykednek a minél jobb helyezések kivívásában. Elvárás semmi nincsen, ezzel kezdeném. Remélni, hát én az elmúlt időszakban azért elég szépen ott voltunk mindig minden versenyen egy-két emberrel a pontszerző helyezettek között, érmesekkel is voltunk már világversenyen. Niki az ugye tavalyról tudjuk, hogy majdnem mindent megnyert. Hát
még egyszer nincs elvárás, de Nikit azért szerintem ott érem esélyesnek tartom mindenképpen. Ő 18 éves most, és a felnőttek között fog indulni. Úgyhogy még a grappling kategóriában ott még 2 évig korosztályos lenne, de azt mondta, hogy ő nem felnőttbe szeretné, minél jobb kihívást szeretne. Ádámtól én szerintem egy pontszerzőig, esetleg egy bronzére még el fog menetelni kőkeményen. Máté szintén szerintem egy pontszerzőig azért ott el tudja magát verekedni. Bátor egy érdekes neki, ez az első nemzetközi verseny a grapplingbe. Iszonyat tehetséges, iszonyat munkabírással rendelkező fiatalember. A nap B-napos viszont még ő is, hogyha jó nappal kell fel, akkor akár első is tud lenni. Ha nem, akkor meg akár az első meccsen is ki tud esni. Olivérrel nem tudok nyilatkozni sajnos, mert neki ez ténylegesen nem csak az első grappling nemzetközi, hanem az első nemzetközi verseny, így nála semmit nem tudunk, majd meglátjuk, hogy fogja kezelni a terhet. Azért itt óriási teher az, hogy otthontól 10 órányira senki nincs ott, nincs ott egy barát, nincs ott egy stabil pont, akik mindig ott szoktak lenni egy versenyen, azért ez egy óriási teher a srácoknak, és ezt is meg kell tanulni, kezelni. A Kazasztán után haza fognak repülni a srácok vasárnap, és utána szerdán egyből indulunk majd Rómába, az IBJJF Nogi Európa bajnokságra és a Roma Openre. Ugye itt ezt beszéltük majd pár szét, szövetség és szabályrendszerváltozások mindegyiknél, ugye az, hogy a földharc elem csak máshogy hívják, ezért tök sok nemzetközi versenyre el tudunk menni. Oda is egy elég nagy csapat, de szerintem 8-9 fővel fog menni, ott vannak relatívabb kezdőbb kategóriák is, fehér, kék, löv, és oda relatív kezdőbeket is el tudok vinni egy párat. Az lesz a következő, utána még egyre nem néz előttünk, megmondom őszintén, mert a srácoknak ott lesz valószínűleg egy szezon vége, a második fél éves szezon, viszont mindenkinek ott fog kezdődni, mert neki januártól ugyanez az IBJJF Grand Slam-szerűség lesz újra, csak most már illőbb, amit ugye tavaly megnyert. Bemutatkozott nekünk Veres Kovács Ádám, aki ezzel a sporttal 4 éve foglalkozik. Az előtte álló versenyeken jó eséllyel indulhat, és nagy célokat tűzött ki maga elé. 7 éves korom óta birkózok, birkóztam 13 évet, és most körülbelül már lassan egy 4 éve lesz, hogy a jitsuval foglalkozom. Úgy rokon sport, így a kettő, birkózás jó alap volt ide, és úgy tetszett is, szóval így váltottam meg, most így több lehetőségem volt itt a jitsuba, és most ezt csinálom versenyszinten. Ilyen elég komplex, tehát kell benne tudni birkózni, kell tudni a földön is dolgozni, szóval ez úgy tetszett benne. Nyilván a birkózás is nekem a másik kedvencem. Ez már az 5. ilyen nemzetközi versenyem lesz, és tavaly az Európa bajnokságon 5. lettem, most szeretnék érmet hozni, ugye ez az elvárás. Úgy nagyjából ismerem úgy az embereket, vagy lehet látni, mert szinte minden évben majdnem ugyanazokat hozzák ki, nyilván azért vannak új emberek is, de a legtöbbüket nagyjából ismerem. Itt az európai szinten, világszinten is úgy nagyjából ismerem őket. Szeretnék világbajnok lenni, meg Európa bajnok is lenni itt az UVV-n, aztán hát ilyen ADCC szintű versenyekre is majd eljutni egyszer, az a cél. Kazasztán után Róma lesz a sportolók következő állomása, ahol már több versenyző is megmutathatja majd tehetségét az Európa bajnokságon. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Műsorainkat újra megtekinthetik közösségi oldalainkon. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!